Jó, hát akkor szervusztok, kellemes délután kívánunk mindenkinek. Ja igen, még Debrecenbe teszem az ágit, meg leveszem. És uh, így. Tehát most mindannyian egy képen vagyunk, nagyjából mindannyian. Szervusztok, kellemes délután kívánunk mindenkinek innen a CEN-ből. Én Szilási Zoltán vagyok, a társam pedig Béni Noémi. Mind a ketten az Atomki alkalmazásában állunk, de nagyon erős a kötődésünk ahhoz a teremhez ott Len, Debrecenben, hiszen évekig a, hát eleve, eleve egyetemistaként a Debreceni Egyetem hallgatói voltunk, és a kis Fisztanszéknek ebben a termében nagyon sok órát eltöltöttünk, nagyon kedves emlékeink fűződnek hozzá, aztán utána én egy darabig még tanítottam, és ott utána kerültem át az atomkibe és ide ki a cernbe. Tehát borzasztóan örülünk, hogy együtt lehetünk Debrecennel, és hát persze a többiekkel is. Látom, hogy Pécsen most ülnek be a hallgatók. Legalábbis a képbe. Legalábbis a képbe. Őket is üdvözöljük, és Pesten is tudom, hogy látnak, hallanak minket. Mi éppen most még nem látjuk őket, de remélem, hogy előbb-utóbb képbe fognak kerülni. De csapjunk is a lovak közé, itt a kutatók éjszakája, jó, hát még fenn van a nap, kutatók projektben nagyon sok vizitünk lesz ma, már egy volt, egy, egy nyílt látogatásunk, ez, ilyet még nem csináltunk, és lesz ezek után még vagy három, ha jól emlékszem, úgyhogy sajnos időben kell tartani magunkat, máskor nem szoktunk ragaszkodni hozzá. Jó. Noémi, ja igen, van itt nekünk egy nagyon kedves kollégánk, aki, aki a Noémivel együtt fog a föld alá lemenni, ő a mi vezető technikusunk Mafalidra. hogy miért kell Noémihez még egy ember, egy biztonsági személy, ennek egész egyszerűen az az oka, hogy föld alá mennek, ez lesz a fő attrakció ma, és a mivel mi ugye eléggé, eléggé látszunk a nemzetközi sajtóban, nagyon kínosan ügyelünk mindenféle biztonsági betartására, és az egyik biztonsági szabályunk az, hogy egyedül nem megyünk a föld alá. Ma fogja a Noémit kísérni. A Noéminek lesz egy klasszikus mobil telefonja, amin, amin képet fog sugározni. Az előző látogatásból láttuk, hogy ma nem annyira jó a vétel, ennek semmi köze a rádióamatőr dolgokhoz, egyszerűen csak valamiért, meg, igény, meg, igény, meg, igény, meg igény, a wifi ma, ma kicsit, kicsit köhöglent, de hát majd akkor valamit majd közbe csinálunk, meg mindenképpen szóval tartjuk a társaságot. Még egy megjegyzésem van, azt látom, hogy, tehát egyrészt látom, hogy nagyon sokan be vannak kapcsolódva a termekben is és látom, hogy nagyon sok a távolról egyediként bekapcsolódott ember, ha ő neki kérdésük van, ők nem tudnak beszélni és nem tudnak képet küldeni, de tudnak velünk kommunikálni itt a képernyő legalján van egy hát én az angol verziót használom, a questions and answers, tehát kérdések és válaszok gomb ha erre rákattintotok, tudtok nekünk küldeni kérdéseket, amiket megpróbálunk élőben megválaszolni. Most élőben, mert hát elvenni az időt, hogy gépeljek, úgyhogy inkább majd beszélünk. Jó, tehát azt kérem, hogy aki nem a termekből van bekapcsolódva, az ezt a módot használja a kommunikációra. Jó, közben öltözzetek át, és akkor jó. Én pedig, én pedig elkezdek kicsit mutogatni. Én úgy tudom, hogy a legtöbb helyen már volt szó arról, hogy hol vagyunk meg fizikáról, meg részecske fizikáról egy kicsit, ami, ami azt azért teszi nekem könnyűvé az életem, mert akkor most arról, arról már nem kell beszélni, és tudunk koncentrálni ténylegesen magára, a helyre, meg a, meg a sétára. Persze a közben ilyen kérdés jön, arra is próbálunk valamit válaszolni. Tehát eh, mi most a cenben vagyunk, de hát az emberek azt gondolják általában, ez a közmegállapodás, hogy a CERN az Sváj, Svájcban van, Genfben van. Nos, ez részben igaz, ott a képen, hogyha körülbelül itt, jajgét látjátok, hogy van egy ilyen felirat, hogy cen látjátok az én egeremet is, és hát ez valahol a, fe, a vonal közep, szaggatott vonal körbevágja, vagy közbevágja. Ez maga a CERNI úgynevezett Merani kampusz, ez az ősi kampusz, itt alakult meg a CERN annak idején. A szaggatott vonal egyébként államhatár Franciaország és Svájc között. Nyilván eleinte csak az államhatárig terjedt, aztán ahogy nőtt ez a komplexum, egyre inkább ö, ö, hát terjeszkedett, olyannyira, hogy a 70-es években egy másik kampusz kellett létrehozni, ezt már teljes egészében Franciaországban, és hát amiért ma itt vagyunk, az a sárga kör, hát igazából körnek szoktuk ábrázolni, de azért ez egy nyolcögletű kerekerdő Lázár Ervényt idézve, ez maga a gyorsítónknak a föld alatti csöve. Tehát nyilván úgy kell elképzelni, mint egy metrót, nem a földfelszínen vezetjük, de hát ha így ránéztek erre a nagyon szép képre, akkor azért látjátok, hogy mi a magyarázata ennek. Az egyik az, hogy itt rengeteg lakott település van. A körönbelül cirka százezer ember él, akik jelentős része tulajdonolja is a földterületét. Tehát ha mi itten akartunk volna építeni földfelszínen valamit, akkor hát meg kellett volna venni tőlük, ami megdrágította volna a dolgot. Amúgy egyébként Amerikában a gyorsítókat a földfelszínen építik. De hát ott van hely. Itt kevésbé. Viszont Európában a jogszabályok olyanok, hogy a házad alá lehet metrót építeni. Ugye Pesten így építik a metrót, Amerikában nem ez a szabály, ott a föld közepéig a tied a, a telek. Itt viszont be lehet menni a föld alá. Be is mentünk a föld alá, olyan mélyre mentünk be, igen, itt van egy kép, olyan mélyre mentünk be, hogy geológiailag stabil rétegbe kerüljünk, és ez a ez nagyjából 100 méterrel a föld felszín alatt van. Tehát mindenki, aki mást mond, hogy itt sugárzás miatt kellett a föld alá menni, az, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem mond igazat. Nyilván van sugárzás az alagútban, ezt a sugárzást ez a kőzetréteg pompásan elnyeli, tehát nekünk már nincs ezen aggódnivalónk, de ez a sugárzás nem olyan nagy, hogy ne lehetne elnyelni, mit tudom, egy pár méter földdel, hogyha ráhordjuk a gyorsító csőre, tehát nem, nem, az az oka a száz méternek, a geológiai oka van. Itt mellettünk, pontosabban ahol ez a kép készült itt lent, bocsánat, ez, ez a, ez a számítógép és ez az egér, ez a Júra nevű hegység, ez egy mészkő hegység, a Júrakor innen kapta a nevét. Ez a, nyilván ez, ez, a jön fölfele a földfelszín, tehát az összes réteg, az, bocsánat, ezt mindig eljátsza velem ez a számítógép, az, az nyilván egy picit meg van dőlve, és ennek megfelelően a stabil kőzettani réteg is meg van dőlve, Ennél fogva ez a gyorsító nem vízszintes. Nincs is rá különösebben oka, hogy az legyen, de egy picit lejt, és a Genfi tó felé, ez az a kékség, amit itt láttok, arra fele lejt. Amúgy csak, hogy méretekben legyünk valamennyire otthon, ez itt a Genfi repülőtér kifutópályája, ami olyan három kilométer hosszú. Tehát ez a nyúl még a, a geometriai torzítás után is igen nagy. 27 km a kerülete. Most nem hoztam magammal azt a képet, ahol ezt rárakjuk különböző városokra, Debrecenben egészen, egészen komolyan körülölelné a belvárost, és még talán a nagyerdőig is felnyúlna. Valószínűleg ez Pécsre is igaz, bár ott nem a nagyerdőig erdőig nyúlna föl, hanem valószínűleg a Misina tetőig. És hát Pesten is igaz a dolog, ott is benne lenne az egész belváros. Borzasztó nagy, azt hiszem, mi, eh, hosszát tekintve nagyjából a hármas metróval játszik. Tehát, tehát igen nagy országról van szó. Jó, látjátok, hogy ez, ez a hely. Na most mi nem itt vagyunk a őskampuszon, hanem hát pont az ellenkező oldalon egy pici, de nagyon szép település, amit úgy hívnak, hogy Sessi mellett Franciaországban. Egész egyszerűen ide jön ki a, a mi detektorunknak a helye. A velünk szembelevő atlasz detektor az van nagyjából a cern A két detektornak a gyűrű két átellenes, az átmérőjének két átellenes végén kell lennie. Ez uh, egyszerűen egy kötelem. Ezen kívül van még másik két detektor, az LHCb, ami a békvarkok fizikájával, Kicsit a CP sértéssel egészen érdekes dolgokkal foglalkozik, nem mintha mi nem tennénk ezeket egyébként, mármint az érdekes dolgokat, meg a B-fizikát. És itt van még az Elis nevű dolog, ami azért is nagyon fontos, mert a CMS-en kívül ebben van még dedikált magyar részvétel, ő pedig nehézion detektor. Egyébként nekem elvileg van olyan fóliám, így van, ahol azért mind a négy detektor valamilyen szinten látszik. A milyen kez azért CMS, mert kompakt műon szolenoid. Kompakt, mert kicsit látjátok az öntudatos proletárt mellette. Csupán csak 16 méter, egy négy emeletes ház mérete a, a detektornak a, a mérete. Én most csak annyit mutatnék, hogy itt vagyok. ja, bocsánat, eh, ahhoz be kell adnom ezt a képet. Tehát én itt vagyok lent, és itt van mögöttem az életnagyságú poszter, és megpróbálok oda sétálni. Mondjuk én nem vagyok egy, egy bántóan magas ember, de az, úgy valahol ott az átlag alján vagyok, és az én egy el, hát körülbelül ennyi látszik belőlem lent a detektor magasságához képest, úgyhogy azt kell mondani, hogy ez egy bődöletesen nagy ország, Viszont ha az atlasszal hasonlítjuk össze, visszaadom mindjárt azt a képet, mert uh, nem is tudom, hogy én látszottam -e egyáltalán, mindegy. Uh, tehát ugye ez a CMS, itt van mellette az Atlas, mind a kettő nagy általános célú részecske fizikai detektor, és uh, hát az ő méretei minden irányban a duplája a miénknek, viszont a súlya az a fele. A mi súlyunk az kb. két Eiffel torony, olyan 14.000-14.500 tonna, források különböznek ebben, az Atlas csak 7000 tonna. Majd erre kitérhetünk, ha kapok kérdést, és akkor ezt vegyétek provokációnak, hogy ez miért van így. Itt van még a másik két detektor, az elész, ami nem, nem kisebb, azért a, a, öntudatos proletár, az hát lehet, hogy egy kicsit két méteres, de alapvetően a detektor is nagy, ő is nagyjából a mi méretünk, ah, uh, méretünk. és hát van még egy, az LHCB, ugye, amiről említett, említést tettem, az ő geometriája látszólag teljesen más, olyan, mintha a mi detektorunkból csak egy szegmens építettek volna meg. Ahhoz a fizikai körhöz, amit az LHCB kutat, ahhoz elegendő ez is, és utána fel lehet skálázni. Jó, én azt látom, hogy én Noémit látom, igen. <laughs> és uh, ha jól hallatszom? lesz, igen, és kicserélem. Tehát most már te látszol. Jó, én nem látom a képet, mert megtartja a kamerát nekem. Elsétáltam a, ahhoz a beengedő kaphoz, ami a föld alá leengedi az rendszer a szentben. A, a ahhoz, hogy uh, lemessek a föld alá, mindenféle biztonsági vizsgán meg kell, le kellett tenni, és persze Biztonsági eszközöket kell hordani, például sisak, ez egy, rajtam a cipő, az egy biztonsági cipő, tehát kemény az orra, és mindenféle tréningek. És ahhoz, hogy nem esek, meg kell mutatnom a kapunak a, az én személyes gaziméteremet, mert ez tartalmazza az íris mintázatomat. Tehát be, belépek a kapun, lesz egy íris ellenőrzés. Van egy súlymérés is a kapun, hogy tényleg bent van egy ember. Nem jelzi ki a súlyt, csak azt, hogy ember. Nem, nem jelzi ki. És ö, ö, fénykapuk vannak, amik úgy vannak beprogramozva, hogy egy ember megy át a kapun. Ha úgy érzik kell, mintha két ember vagy három ember menne át, akkor nem zár be az ajtó. Úgyhogy eléggé trükkös, remélem. Is át tud majd jönni a kamerával könnyen. Úgyhogy Jó, akkor hát, dogrimét azért... nem mutattam. Közben azért még, még egyszer elmondanám, tehát itt a biztonság az elsődleges. Nem veszélyesebb ez a föld, föld alatti hely, mint mondjuk a, az előbb említett hármas metró Budapesten, viszont ha itt bármi történik, akkor nagyon hamar a, a vezető újságok címlapján kötünk ki, és nyilván nem így akarunk oda kerülni, sokkal inkább azzal a cikkel, ami most jelent meg tegnap. A Íris ellenőrzőt mutatja most a, a kamera. Ha valakinek beugrik, már most már ugye a nagy, nagyon fiataloknak már nem, de az én korosztályomnak még beugorhat, az angyalok és démonok nevű film, vagy című film eh, megfelelő jelenete, akkor igazából nagyot nem téved. Abban a filmben hasonló bejárati kapu, vagy pontosabban ugyanez a típus szerepelt, egy kicsit, kicsit más íris ellenőrző készülékkel, az volt kb. Két, két generációval ezelőtti, de használtuk évekig azt a típust is. Annyit szeretnék elmondani, és anélkül, hogy lelőném a filmnek a poénját, hogy ez az ellenőrző már két szemet néz, és azt is nézi, hogy van-e benne vérkeringés. Jó, visszaadom Noéminek egy előre. Igen, itt vagyunk a liftnél, a MAP mutatja a... a liftnek a képernyőjét, ami mutatja, hogy melyik szinten van, és, és, olyan rendesek voltak a liftesek, hogy még méterbe is kiírták a mélységet. Tehát nálunk 0, mínusz 1, minusz 2, illetve mínusz 3 szintek vannak, de a 0 és a mínusz 1 között van 80 méter, 82, 9 volt az elbom, amit elolvastam, és a legalacsonyabb, legal tehát a mínusz 3, az pedig 90, 2, vagy 93 méter, azt hiszem. Mi most a mínusz 2 szintre fogunk menni, és lehet látni, hogy ez egy elég nagy lift, tehát be, be tudunk vinni jó pár embert, illetve anyagot is. 2 kettőre megyek, de el fogjuk veszteni a kapcsolatot, amint, amint bezárul az ajtó. Úgyhogy úgy, hogy én fogom jelkedek. folytatni, én fogom folytatni ezt a dolgot. Én annyit akarok mutatni, hogy a cern a gyorsító komplexuma, és nem vesszük el teljesen a Noémi képét, de elvesszük, mert fekete. Um, tehát, hogy ezt lehet látni, és akkor oda tesszük az enyémet. A cern a gyorsító komplexuma az nem egy berendezésből áll, hanem ahogy múlt az idő, mindig hozzá tettünk újabbakat. Ez nem csak azért van, mert képesek vagyunk rá, és meg tudjuk tenni, hanem azért is, mert ezek a gyorsítók, ugye ez a PS nevű protonszinkrotron, ez nagyon öreg, valaki látja esetleg, 1959 van odaírva, vagy az SPS 1976, tehát ezek a gyorsítók szolgálnak előgyorsítóként a nyalábnak. Kicsit olyan a helyzet, mint, a, mint az autót vezetni. Ugye autóval is, autóval általában egyes sebességbe indulunk el, majd váltogatunk fölfele, nyerjük a sebességet, és uh, ha kabriunk van, lobog a hajunk. A... de el lehet indulni hármasban is, csak uh, nem optimális. Olyankor egy kicsit szégyeljük magunkat, nekem már sikerült, de ma ilyen bevalós napon van. Meg lehet benne, vele hármasban autópályán is menni, csak akkor meg az összes többi autóst fogjuk felidegesíteni. Tehát alapvetően nem optimális. Pedig hármasban azért lehetne vezetni az autót. Nem optimális, ugyanez van a gyorsítónál is. Egy proton, amik nagyjából itt, hát most már nem a, nem a linak 2-ben, bocsánat, hanem a linak 4-ben keletkeznek, állóhelyzetből indul gyakorlatilag, és fel kell gyorsítanunk ide a legvégére, amire a CMS-hez fölér, a fénysebességnek nem, hogy a 99%-ára, hanem még a tizedes jegy után van még 6 darab vagy 7 darab 9-es. Tehát borzasztóan nagy sebességre kell felgyorsítani. Ezt meg lehetne csinálni egy gyorsítóval is, csak akkor nagyon sok protont elvesztenénk, borzasztóan kicsi lenne a hatásfoka ennek a rendszernek. De hogyha mindig a különböző energiatartományokra optimalizált gyorsítókat használunk, akkor egészen jó lehet dolgozni. Na most mivel ezek rendelkezésre álltak, mert az előző kutatási fázisokban már megépítettük, és akkor, mint gyorsítót használtuk őket, egyszerűen adódott a dolog, hogy hát akkor használjuk. És akkor így használjuk. A linakból kijövő részecskék, ugye a linak maga azt jelenti, hogy linear accelerator, tehát lineáris gyorsító, ebből még meglehetősen kicsi energiával maradjunk, annál mi inkább energiában szeretünk számolni a részecske fizikában. Meglehetősen kicsi energiával jönnek, a booster az egy technikai fokozat arra, hogy a nyalábnak a sűrűségét, a benne levő protonoknak a mennyiségét meg tudjuk növelni, összegyűjtögeti, mint egy akkumulátor. A PS az az első cirkuláris gyorsítónk, ebben 24 giga gyorsulnak a protonok, hozzá tenném, hogy a proton nyugalmi tömege 1 giga elektron volt. Tehát nagyjából a nyugalmi tömegének a 24 szeresére gyorsul. Ez se kevés már, tehát már itt is a fénysebességhez közeli, de még messze nem azok az energiák, amiket itt használunk. A 24 geves protonok kerülnek át a, a szuperproton szinkrotronba, ami egyébként annó termelt itt nobel -díjat a W meg a Z-bozonok felfedezésével a 80-as évek közepén ott 450 gigaelektron voltig gyorsítjuk őket. Majd, majd ebből a gyorsítóból kerülnek 450 gigaelektron voltal hozzánk, ahol 6,8 elektron volt, tehát 6800 gigaelektron voltig gyorsulnak, mondhatnánk hétig kerekítsük föl, úgyis ez a tervezési szám. tehát 7 tera elektron voltig, a nyugalmi tömegük 7000 szeresséig gyorsulnak, és ekkor kerülnek be magukba ezekbe a detektorokba, amik fel vannak fűzve a gyorsítóra, és ezekben ütközik a két egymással szembe haladó, tehát innen az egyik nyaláb így indul el, innen a másik nyaláb így indul el, tehát magában az LHC-ban már két gyorsító dolgozik egymással szemben gyakorlatilag. Azért azt el kell mondani, hogy ezeknek a kisebb, nem nevezném kicsiknek, Azért az SPS is 6 km. Ezeknek a gyorsítóknak van saját fizikai programjuk is. Az SPS-hez tartozik egy északi terület, ez maga az előbb említett második kampusz, ami teljes egészében Franciaországban van, álló céltárgyas terület. Nagyon sok mindenre lehet használni, nehézion fizikára is sokáig ez volt a terület, de használjuk például a... a nagy szuperdetektorainkba beépítendő eszközök tesztjeire is borzasztó sok mindenre lehet használni. Aztán vannak itt egyéb, bocsánat, egyéb kisebb, majd mindjá mindjárt szót adok, egyéb kisebb dolgok, például az Izolda, ami radioaktív nyalábokkal foglalkozik, ebben is van azt hiszem magyar érdekeltség. Van, van az AD, amiben szintén van magyar érdekeltség, ez az antiproton decelerátor, ez nem gyorsít, hanem lassít a, a csak az öröm kedvéért. nem csak az öröm kedvére, egyszerűen így lehet antihidrogént előállítani. Ez egy borzasztó érdekes dolog, ez az antianyaggyárunk igazából, és hát vannak egyéb, egyéb kísérletek ebben a dologban. Jó, én visszaadom a szót a Noéminek, mert ő egy borzasztó érdekes helyen van, aztán majd alkalomattán közbevágok. Igen, tehát ö, leértem a lifttel, és igazából azért azért maradtam helybe, egy helybe, hogy, hogy meg tudja mutatni, hogy tényleg föld alatt lejöttünk, tehát nem csak ö, csak ö, trükközünk a kamerával. Ö, me, itt van mellettem egy függőleges akna, ami, ami a liftakna is egybe, tehát jó, ö, balra a képen a fehér az a liftnek az aknája, és ha kép tetején van egy nagyon világos négyszög, az a felszíni épületnek a teteje, ahol, ahol bejöttem a beléptető kapun. Tehát ez itt nagyjából 100 méter, és megpróbálom máshogy rakni a kamerát, hogy le is nézzünk. Ugye a mínusz kettes szinten vagyunk, le tudok nézni a mínusz háromra, az alattunk van, az egy normális szint, ez a függőleges akna azért egy hasznos dolog, mert esetleg nem tudom, lehet-e látni a. Sajnos nem látom a kameraképet, csak úgy vakon célzott. Tökéletes de kép van le arról, hogy. Lehet le le látni esetleg a falat. Ugye két csarnok van a CMS-nél, egy ahol a detektor van, a másik az TV kísérleti csarnoknak, ahol meg most vagyok, az pedig a szervizcsarnok, ahol pedig mindenféle olyan eszközök vannak, amik a detektor üzemetetéséhez szükségesek. Közben mutogatom a... a föld alatti két... térképet. <laughs> ben, ben. Úgyhogy a, itt van a ez két... az a függőleges akna, ahol a Noémi lement, és ide lát be ebbe a kis térrészbe. Ez a szervízüreg, ez itt mellette a kísérleti üreg, a kettő között pedig van nagyjából egy 7 méter vastag betonpillér, ami sok mindent tud, Például sugárzás véd, másrészt meg megakadályozza, hogy ez az üreg beomoljon. Jó, bocs! És esetleg a, lehet látni a falat a képen. Ez egy mozgatható fal, és amikor leállás van, mármint hogy a hónapokig nem üzemel a, detektor, a gyorsító, meg a detektor, és hozzá lehet férni a detektorhoz javításra, fejlesztésre, akkor ezt a falat el elszoktuk húzni. És itt be lehet darúzni nagyobb elemeket a, a detektorcsárnokba be lehet vinni ezen a, ezen a járaton keresztül. Rád tromfolhatok. Persze. <laughs> Jó, ahol most én állok, ezt csak úgy hozzáadom. Ahol De? most én állok, ez is egy függőleges akna. Ez az akna jelen pillanatban le van fedve, ráadásul hermetikus fedése van ezzel a piszok nagy, ugye ez 20x20 méter, ezzel a piszok nagy beton dugóval, vagy betonlappal, amin én is elhelyezkedek, nagyjából két méter vastag is, inkább vas, mint beton, és el lehet ide hátra húzni, ha a zoomot sikerül eltalálnom, ide a poszter alá be lehet húzni, és akkor van egy, igen, a Noém éppen ezt mutatja alulról, akkor van egy 20 méter átmérőjű függőleges aknánk, ami egész komoly dolgokat, például a detektor elemeit így összerakva is be lehetett darúzni. Itt fölöttünk a Noémi azon a, azon a képen, amit mutatott, mutatott ilyen kis ablakokat, igen, az látjátok az én képemen is, ezeken keresztül nyúlt be az a logisztikai gép, az is megvan neki valahol, igen, ott van, amit az épület köré építettek, hiszen az a legnagyobb darabunk az 2200 tonnás volt, amikor megpróbáltuk letuszkolni. A, az is igaz, hogy a legdrágább dolgok egy detektor életében azok az ilyen földmunkák. Tehát a föld alatti üregépítése, a függőleges aknaépítése. építése. Nyilván most mondanám, hogy a négyes metró is ezért volt drága, pedig nem. De hát alapvetően ezen ezen elmegy nagyon sok pénz, ezért úgy méretezték ezt az ürege, ezt a függőleges aknát, aminek a tetején állok, hogy a detektor két széle, ja igen, az egy másik kamera, a detektor két széle az 10-10 centire volt a akna falától. És úgy kellett beengedni szépen lassan, ezzel egy csomó pénzt lehetett spórolni. Meg tényleg egy nagyon érdekes kihívás volt. Mérnöki dolgok itt elképesztően fontosak. No én mi adom vissza a szót, nem szövegelek. Igen, tehát. A, a, azért időbe helyezzük el a dolgokat. A, 1999-ben készült ez a kép, amikor még a felszínen még csak kialakították a, a területet a föld alatt, azt a föld alatti aknát amit mutogattunk, azt éppen elkezdték ásni, de persze. Igen, minden, annak a tetején állunk. Minden munka előtt azért ezen a környéken kötelező kihívni a régészeket, és találtak is egy egy római kori villát a, a területen. A villa megmaradt, nem erre építettünk, tehát de le van fedve a tehát... tehát Biztonságban Viszont van. azt szoktuk mondani, hogy lám lám, már az ókori rómaiak is tisztában voltak azzal, hogy ez a világ egyetem legjobb helye. És azért eléggé sok időbe telt a föld alatti világ megépítése, és ezért már a tervezéskor az volt a terv, hogy a detektor a föld felszínen épül, meg abba a csarnokba, ahol, ahol most vagy, fent, felszínen. Ott összeraktuk a 9 kép az 2006-ban össze, össze lett rakva az elem, a nagy elemek, és ki is próbáltuk a detektort, ez volt az első mágnes teszt. Szerencsére a teszt sikeres volt, úgyhogy utána, utána jöttek a, a nagy elemeknek a, a leengedése. Ezek egy egész napos munkák voltak, tehát reggel 8-kor kezdték, délután négyre már lent is volt egy-egy elem és az összes mérnökként volt minden egyes leengedésként. Kor, Minket és izgultak, meg nem engedtek hogy tényleg... oda. Izgultak, hogy minden rendben megye. Csak ennyit ezekről a képekről. Az interneten lehet találni videókat is erről az korszakról. Orszak, ez még az LHC indulás előtt volt, ugye ez a 2006-2007 időszak. 2006-ban itt a felszínen kipróbáltuk a nagy mágnesünket, amiről még nem beszéltünk, mert mindjárt előkerül az is. És meggyőződtünk arról, hogy jó, meggyőzöttünk arról, hogy működőképes. Majd, majd utána kezdtük el a detektor elemeket leengedni. A detektor az innen kezdem akkor. A detektor az 13 nagy szeletből áll. A maga egy ilyen henger alakú jószág. A hengert Öt darab ilyen gyűrű építi föl, ugye itt látszanak a, a gyűrűk, és a gyűrűket, hogy ezt a hengert, három-három, ma már négy-négy ilyen végdugó zárja le. Hogy ez azért ilyen, mert a ütközési pontot, tehát ami itt van a közepén, ha megtalálom az egeret, az ütközési pontot a szélrózsa minden irányában érdemes lefedni, mert a részecskék akármilyen irányba kijöhetnek. Gömb alakú detektort építeni, lemez alakú ö, sík detektorok, aldetektorokból meglehetősen nehéz feladat, de egy ilyen henger két dugóval a végén, az megteszi ugye ezt a, mi úgy hívjuk, hogy hermetikus lezárást, tehát ez a 4 pi térszöget lezáró detektort, és azt is lehet látni, hogy roppant bonyolult belül ez az egész, de majd először a Noémit hagyom mutogatni, és utána majd visszatérünk arra, hogy ez miért ilyen rendkívül bonyolult. Igen, én most abban a csarnokban vagyok, ahol ezt counting room hívjuk, nem tudom, hogy milyen lenne a jó magyar fordítás ennek a szobának, de itt vannak az elektronikák, kiolvasó egységek, tápegységek, például, az összes detektornak, detektorelemnek. Az egyforma típusú detektorokat aldetektorrendszereknek szoktuk hívni. Ez itt például a Mionkamráké, az egyik a hordó régióban levőnknek, a tápegységet, tehát egészen komoly kap, ö, csatlakozók vannak. Ezek azt hiszem valami. Op tehát kiolvasó adatgyűjtő, csak nem tudom, hogy Hát melyik, ez a, ez mert... a micro TCA, <laughs> meg ATCA Igen, dolgok. csak hogy melyik, melyik a tartozik, sajnos azt nem tudom. De optikai fibereket látunk, tehát optikán jön az adat, mert az a leggyorsabb. Illetve látunk azért számítógépeket is bőven. Egy ilyen, ilyen magas, és ilyen széles, és olyan rengeteg mély, ez számítógép. És van belőle az egy jó. A asztali az PC azért teljesítményét tekintve, csak, csak megbízhatóban van felépítve. És jobban el lehet rakni egy ilyen szekrénybe. Úgyhogy ezek vannak itt, és még rengeteg uh, rek van a környéken, rengeteg uh, kábel, és uh, mindennyik a detektornál egy kisebb csoport van, aki. Érti azt, hogy a saját részettségénel mi hol van, mi hova van kötve, és hogyan működik. Uh, és persze nekünk azért vannak itt uh, segítségek, hogy tudjuk azt, hogy melyik uh, melyik de, uh, szekrény, ezt úgy hívjuk, hogy rek, uh, melyik, melyik oldatektorhoz tartozik. Amúgy, uh, mielőtt megérkezik és... a kérdés, nem, nem, nem leledzünk földön túli képességekkel, úgy, ahogy a Noémi mondta, mindannyiunknak megvan a maga kis köre, amit igazán ért, amiről tudja, hogy micsoda, tudja, hogy hol van. A következő réteg az üzemeltetőkből azt tudja, hogy ki kicsoda, akit kell keresni, és ha valami probléma adódik, akkor ilyen módon jut el az információ. Tehát mi a Noémivel műonosak vagyunk, közelebbről nézve a dolgot, mostanában nagyon sokat foglalkozunk az úgynevezett gem-detektorral, itt azért nagyjából képben vagyunk, meg talán még a DT-nél is, a másik műondetektornál, de hogyha valaki mondjuk egy hadronkalorimetriát akarna most hirtelen rajtunk számon kérni, akkor az általános fizikai műveltségünkön kívül a részleteket itt azért nem tudnánk. Ezt el kell mondani becsületesen. Persze hát a nagy részét tudjuk, hogy körülbelül hogyan működik egy detektor. És azt lehet látni, hogy ezen a képen, hogy egy egész szobát uh, megtöltünk. Igazából <laughs> és van még kettőt. Igen, van még egy szoba fent. Uh, viszont ugye ezt is lehet látni, hogy itt van, álpadló van, ám, tehát ezek felvehetők, és uh, most olyan helyre viszem a kamerát, ahol a látogatót nem, az előbb is ott voltunk a szekrények közé, nem vihetünk látogatót, de én most beviszem a kamerát, hogy mi van a terem alatt. Nyilván szekrények közé, regszekrények közé azért nem viszünk látogatót, mert a e, esetleges huncutságot azt szeretnénk elkerülni. Az nekünk súlyos hetekbe kerül, ha valakit átdug valamit. Meg hát bele lehet akadni, ki lehet rántani. Itt a föld alatt meg azért eléggé kicsi a belmagasság, nagyjából Igen. olyan 1 méter 70. És egy méter Megjegyzem egy ápadból, az nagyjából fél méter szokott lenni. Itt ez megy pont szemmagasságban van. Igen, az nagyon szépen fejbe <laughs> tud vágni, többek közt ezért is kötelező a sisak nekünk. Ez És nagy feszültségű lát... kábelek, igen, ez pont a gem. És itt lehet látni, hogy hogy ilyen a, a szekrény alja, tehát van hely, hogy a kábelek bemenjenek, vagy kijöjjenek, ki, ki hogyan gondolja az irány. E igen, ezek mind nagy fesz kábelek, meg adatkábelek is vannak. Ezekből a jelekből azért lehet valamit, tehát ezek az irányadók nekünk, hogyha valamit meg kell találni. És ami pedig szintén látványos, a, ezek itt mind a szomszédba levő gázszobából a gázrendszerek, a gáztöltési detektoroknak. És ez mind a gázszobából itt jön ki, ebből ezen a függőleges aknál lemegy, Uh, nem tudom, hogy mennyire látszik, hogy ez függőleges, és egészen mély. Mm. Ez lemegy a detektor alá, és a detektor alatt jön föl. Igazából igen, ez, ez egy olyan sikán, Igen, ez egy olyan sikán, ahol nem jön ki sugárzás a detektorból. A Az összes hozzáférésünk a detektorhoz az mind ilyen sikánszerű, kicsit oda-vissza kódorgós. Nem tud kijönni így a sugárzás, viszont be tudunk menni, illetve be tud menni a kábel. Hogy Igen. ez a kábelerdő, azért azt mondjuk el, hogy ez 120 millió adatcsatornát szolgál ki. Az összes adat, ami kijön, azok itt jönnek ki, általában ma már optikai fiberen. Minden detektornak minimum kell valamilyen tápfeszültség, van, akinek a működéséhez nagy feszültségre, gázra van szükség hűtés szinte minden elektronikának kell, az jelen esetben víz, viszont lesz olyan új detektor típusunk, amit három-négy év múlva építünk be, aminek folyékony széndiokszid hűtése lesz. Egész egyszerűen azért kell hűteni, egyrészt azért is, mert, mert nagyon melegszenek ezek a dolgok, másrészt pedig az érzékeny elektronikáink, hogyha melegednek, akkor zajosodnak. Tehát magyarul a mérést fogja terhelni egy olyan zaj, amit ki lehet küszöbölni a, a hűtéssel. Úgyhogy ezekre figyelünk oda. Én közben visszaadom azért azt a képet, amin, aminél én abba hagytam az előbb. Egész egyszerűen csak azért, hogy tovább mutogassam, sőt, nem, tovább így marad, tovább mutogassam um, ezt a detektort. Be kell vallani, de... szerintem állj meg egy pillanatra, és akkor ezt én elmondom gyorsan. Jó, tehát, okay. tehát megint ilyen bevallós napomban szoktam mondani. A, ugye azt az előbb említettünk, hogy itt osztogattak már nobel a dupla bozonokért, az e z azt még az SPS-en annak idején jó 20-30 évvel ezelőtt, illetve hát 10 évvel ezelőtt a Higgs bozon felfedezésére, amiket például itt a CMS-ben is fedeztek föl. Ez az Atlas és a CMS kettősének a, a közös publikációja, közös fizikai érdeme. De hát ezeket a részecskéket élőben úgy, ahogy egy almát szemlélsz, vagy a kedvenc mobiltelefonomat, így nem lehet megnézni, mivel ezek a részecskék borzasztó rövid ideig élnek. Nagyjából olyan 10 a mínusz 23-on másodpercig, elmondhatatlanul rövid idő, ha azt tesszük fel, hogy mondjuk, amikor ők az ütközésből kirepülnek, és tegyük fel fénysebességgel repülnek, ennél az egy, egyébként lassabbak ebben a gyorsítóban, akkor, akkor is csak körülbelül annyi utat tudnak megtenni, amennyi egy protonnak az átmérője. Tehát nem, hogy a nyalábcsőből, mert hát ugye a nyalábot egy, egy vákumcsőbe kell vinni, mert a levegőn pillanatok alatt oda lenne, nem úgy a nyalábcsőből, ami négy centi nagyjából az átmérője, abból nem tudnak kijönni, de még magából a proton nyalábból sem. Akkor lehet kérdezni, hogy akkor mi a francot mérünk itt mi, meg miért költjük a adófizetők pénzét. Hát ezek a részecskék, ha nem élnek örökké, akkor szétesnek valami más részecskékre, és ezek a részecskék között már van olyan, ami olyan hosszú életidejű, hogy képes átrepülni a detektoron, és meg tudjuk mérni. Ilyenek a fotonok, ilyenek a mionok, egy csomó hadronikus részecske van, egy csomó pion, kaun keletkezik. Ezek ki tudnak igenis jutni a nyalábcsőből, be tudnak hatolni a detektorba, és meg tudjuk mérni. És akkor mit csinálunk? Hát megfigyeljük ezeket a részecskéket, megmérjük ezeknek a mozgás irányát, az impulzusát, amit visznek, megmérjük a töltését, meg hát azt, meg hogy körülbelül milyen részecske az ami, az, ami kirepült, és ezekből tudjuk igazából rekonstruálni, vagy próbáljuk meg rekonstruálni, hogy mi történik magában az ütközésben. Amit itt lehet látni ezen a képen, ez egy Higgs-kandidátus esemény. Ezt sem mondtuk, hogy százszerzalékban soha nem tudjuk megmondani, hogy egy ilyen esemény az pontosan mi volt, mert sok mindenre hasonlíthat, de a különböző szelekciós kritériumainkat ez túlélte, ugye a szelekciókat azért használjuk, hogy feldúsítsuk magát azt, ami minket érdekel a zajhoz képest. És ez minden túlélt, ez az esemény, ez egyébként a része volt annak a publikációnak, amiért annak idején a Nobel-díjat megkapták a higgs nem mi. Ebben az eseményben, ott középen a detektor közepén ütköztek a protonok, és keletkezett két nagyenergiás foton, ezt lehet itt látni, meg két nagyenergiás műon. És ez körülbelül megfelel mindenféle, nem csak a látványát tekintve, hanem a különböző fizikai paramétereit tekintve is megfelel egy 127 gigaelektronvoltos Higgs-bozon, két zébozonra, majd azok fotonra, illetve arra bomlásának. Úgyhogy ez egy, nagyjából így dolgozunk, de most megint visszaadom egy pillanatra a Noéminek, mielőtt visszatérek arra, hogy a detektorok hogyan működnek. Jó, tehát igazából azt akarom, tehát akarom mutatni azt a kaput, ami, ami legközelebb van a, a detektorcsarnokhoz, tehát ott is van egy beengedő kapjuk. De mielőtt oda mennék, egy picit azért uh, egy kis játékot, vagy egy kis mágiát szeretnék mutatni. Vannak nálam papírösszefogók, ezek nem mágnesesek. hívják tehát magyarul. Igen, igen, tehát nem tapad össze. Viszont elhangzott, hogy 3,8 teszt a mágneses tér a detektor belsejében. Ez egészen nagy. Uh, igaz a detektor... Uh, bezárja valamilyen szinten ezt a mágneses teret, de azért valamennyi még a szerviz csarnokon a 7 méter vastag fal után is lehet érzékelni, és ezt megpróbálom majd érzékeltetni. Ahogy megyünk közelebb, várjál, megyünk csak van egy, van nekem egy láncom is. gem kapcsolatban. Ez is függőlegesen lóg, tehát nincs csalás, nincs ámítás. Nem Ez itt kérem, nem Rodolfo trükk, hanem a fizika. Igen. De még mindig függőleges. Körülbelül egy méterre vagyok a faltól. Én már látni vélek most, valamit. És már most, most kezdődik valami. És most Szerintem már fehér háttér előtt próbáld mutatni, ne a detektor képe előtt, hogy jobban lehessen. Igen, ez az. Hát ez egy kicsit hát... ilyen váratlan. És ez az a... előző. Igen, és, és ez, ez, kapcsolatásá... az előbb, előbb nem ragadtak össze, most összeragadnak a gémkapcsok. Az ottani tér, amit a Noémi lát, az nagyjából olyan 7 milliteszla körül van. Ez is igen. sokkal erősebb, mint a földi mágneses tér. De, de, lényegesen gyengébb, az egészségre semmilyen hatása nincs. Igazából a detektor belsejében levő 3,8 teszlás mágneses térnek sincsen a biológiai hatása. Mi több, igazából nem is lényegesen erősebb, mint az orvoslásban használt emeri készülékek. Csak sokkal nagyobb. Egy emeri az nagyjából 70 centi átmérőjű, nekünk 6 méter átmérőjű a mágnesünk. Ugye erre azért van szükség, és közben, amíg a Noémi játszik, azt elmondom. Erre azért van szükség, mert a mágneses térben a töltött részecskék pályája elgörbül. Ebből a görbületből meg tudjuk mondani az, az elvit impulzusukat, és ez nekünk rendkívül fontos, meg a töltésüket is. Annyit gyorsan tolok, itt a hát fölteszem a Noémi mellé. Tehát nagyjából erről van szó. A detektor egy szegmensét látjuk, és látjuk, hogy sok különböző detektor elemből épül föl. Ez pontosan azért, mert az előbb általam említett négy-öt paramétert nem lehet egyszerre mérni egy homogén detektor típussal. Van olyan, ami energiát tud jobban mérni, van olyan, ami pozíciót tud jobban mérni. Meg lehet érteni, hogy mivel a detektor úgy detektál, hogy egy picit kölcsönhat magával a részecskével. Nyilván az, amelyik pozíciót mér, az nem akar bele szólni a részecske mozgásába nagyon, ezért az nagyon kicsit veszel az energiájából, ami, ahol meg energiát akarok mérni, ott meg az a cél, hogy energiát mérjek, elvegyem a részecske energiáit. Két nagy energiamérő aldetektorunk van, egy elektromágneses, az elektronokra is fotonokra érzékeny, ez 77 ezer kristályból áll, és van még egy másik, ez a hadronkaloriméter, ami a kvarkokat tartalmazó részecskéknek a energiáját képes mérni. Ezek vannak bezárva ebbe az írtó nagy mágnesbe, és ami ezeken átható részecske, az összesen kettő az általunk ismert részecskék közül, az egyik a neutrino, hát ő elszáll, mint a győzelmi lobogó, őre az energiamegmaradás, meg az impulzus megmaradás törvényét feltéve vagy alkalmazva tudunk következtetni, illetve a műon, ami átszágult ezen a hatalmas mennyiségű anyagon, de mivel ő töltött részecske, ezért egy gáztöltésű detektorban tud ionokat létrehozni, tud ionizálni, és ezzel detektálhatóvá válik. Ezek a külső rétegben az előbb láttátok a piros vasat, átszövő ilyen ezüstszínű detektorok, ezek a detektorok, ezekben tudjuk detektálni, meg hát bent a szilícium trekkerben is, ami meg szilícium detektorokból áll. Most ebben már nem megyek bele, mert az időnk az erősen folytán van. Én Noéminek visszaadom a szót azzal, hogy ha kérdések vannak, ne tartsátok magatokban, kérdezzetek. Jó? Közben csak annyit akartam mutatni, hogy ez a beengedő kapu a, a szervizcsarnok és a kísérleti csarnok között. Ez teljesen ugyanaz a kapu elektronikailag felszerelve, mint a, mint a földfelszíni, viszont sárga színű, és ez is egy jelzés. És, tehát az azt jelenti, hogy, hogy van olyan, amikor nyitva lehet, és van olyan, amikor zárva. Uh, tehát ki van írva, hogy zárva, nem lehet bemenni, vannak eredtető jelek is, hogy tényleg észrevedje azt valaki, hogy ebbe a zónába nem lehet bemenni, mert ugye jár az LHC. Ezt esetleg Zoli, be tudod majd játszani, igen. Hogy Már van is egy beraktam. Ilyen, van egy ilyen kép, amit teljesen publikus meg lehet nézni az interneten, hogy mi, mi éppen az LHC-nak az állapota. Uh, én viszont azt javaslom, mivel nincsen túl sok idő, hogy felmegyek a felszínre, és bekukkantom még a vezérlőbe, ha ha ez jó. Egy nagyjából program. egy olyan öt perc maradt az adásidőből időből, egy picit Igen. túl fogjuk tartani, mert későn kezdtük, viszont sajnos be kell majd fejezni, mert a kérdéseket a tanács éjszakája miatt, persze, persze, a kérdéseket azt mindenképpen szeretjük megvárni. A kutató éjszakája miatt most egy picit feszesebb a menetrend amikor egyes virtuális viziteket szoktunk csinálni, akkor erre azért nem vagyunk annyira háklésa. Jó, a Noémi menetel, közbe várjuk a kérdéseket. Azt tudom még egyszer mondani, most rengetegen vannak bejelentkezve messziről, ők nem tudnak szóban, legalábbis élő hangban kérdezni, viszont a alkalmazás alján, nekem az alján van egy Q&A kérdések és válaszok menü, vagy egy gomb, azon keresztül lehet kérdéseket feltenni és próbálunk rá válaszolni. Akik viszont élőben jelen vannak Pécsen, Debrecenben, Budapesten, azok a mikrofont is tudják természetesen használni. Ha van kérdés, akár most fel lehet tenni is szugottan. Elvileg Zoli, hallják is, de a megcsin... Hallunk mindent. Ha mindent hallunk, Gyula. Oké. Akkor ajánlom, hogy kérdezem, hogy van-e valakinek bármelyik rész, akár technikai jellegű, tehát nem kell olyan nagy fizikai problémára gondolni, hanem akár mi volt a képen az a, az a zöld színű, vagy piros szín, vagy akármiről lehet egész nyugodtan kérdést feltenni, és persze az is, meg a Pécsi helyszínek is ugyanígy, hogyha lenne. Itt egyelőre nem látok kezeket, de bízom benne. Igen, hogy mennyire veszélyes az egész részecske gyorsító. Mondom, hogy ilyesmire gondolsz, hogy hallottál már harangozni valamit, hogy akár fekete is lehet belőle, vagy nem erre gondolsz, hanem egyszerűen sugárzás miatt mennyire veszélyes? Na hát akkor ez a kérdés, Zoli, hogy mennyire veszélyes ez mondjuk ott a környezetre, Gelb környékén. Azt az, én... rögtön az elején mondtam, hogy egyrészt föld alatt van 100 méterrel, másrészt azért az a sugárzás, ami egy gyorsítóból önmagából kijön, ez egy fékezési sugárzás egyébként, ez nem egy, nem egy rettentően erős. Na most vannak persze olyan részei a gyorsítónak, és hazudnék, ha eltitkolnám, ahol elég erős sugárzások vannak felaktiválódások miatt, azokra a részekre ritkán megyünk, nagyon megtervezve, nem is mi megyünk, hanem az oda tartozó szakemberek, és a lehető legrövidebb időt töltik, és ahogy a Noémi mutatta, mérünk mindent. Tehát vannak ilyen részek, ez nem, nem bejárható a átlagember számára. Na most az is igaz, hogy a gyorsítót, ha kikapcsoljuk, és ugye a Noémi az előbb utalt rá a sárga ajtóval, meg láttatok mögötte piros ajtót is egy időben, a, úgy van megépítve a gyorsító, hogy ha valamiért én ezeket az ajtókat feltöröm, akár a tűzoltó, mert tűz van bent, vagy valami probléma miatt be kell menni, akkor ez a gyorsítót leállítja a sikános hozzáférés miatt, amiről szintén volt szó, a sugárzás lecsökken, mire, mire beír a, a, gyorsítóhoz, detektorhoz a megfelelő ember. Most nyilván ehhez nekem nagyon jó sztorimnak kell lenni, hogy ezt megcsináljam, mert hát mindent regisztrálunk, minden, mindenhol kamera van, mindenki tudja, hogy ki megy be, tehát csak úgy játékiból nem törögetjük az ajtókat. Viszont ez kétségtelen, ez nem atomerőmű. Itt a felaktiválódás nem olyan jellemző, mint egy atomerőműben. Nem termelünk hasadóanyagot, kiégett hasadóanyagot, mint egy atomerőműben. Tehát nekünk a környezeti sugárterhelésünk az rendkívül alacsony. Ezt ráadásul mondom a különböző berendezésekkel, tehát falakkal, ezt még csökkentjük is, nullára kvázi és a biztonsági eljárásokkal pedig megoldjuk azt, hogy még véletlenül se kapjon senki dózisokat. Én a saját méréseket tudom mondani, tehát nekem is van egy doziméterem, azt rendszeresen leolvassuk. Én a doziméteremen nem gyűjtök többet évente, pedig elég sokat járok le a detektorhoz is, nem gyűjtök többet, mint ti ott, vagy önök ott a, a lelátókon, egy évben megkapnak kozmikus sugárzásból, meg hát a földi sugárzásból is. Tehát ez a szakma nem veszélyes. Ami a fekete lyukakat illeti, a ebben a gyorsítóban az elméletek szerint lehetne talán megfigyelni mikrofekete lyukakat, amik pontosan az összes elmélet, ami ezekre vonatkozik, az mind megegyezik abba, hogy ezek a fekete lyukak párolognak, és néhány nanoszekundum alatt ezek elpárolognak. Ezek nem úgy viselkednek, mint azok a szupermasszív fekete lyukak, amik a galaxis középpontjában vannak. Ez idő alatt ők szintén nem jutnak ki még a nyalábcsőből sem, nem nagyon tudnak ezek bezabálni, főleg nem a detektort, meg a, azt a parkolót, ahol, ami most már nincsen, mert épületet építettünk a helyére, és egy nagyon kellemes YouTube videó van róla, hogy ez beszippantja a fekete lyuk. Ezek nyilvánvalóan nem történnek meg. A dolognak az a szomorú oldala, hogy nem is figyeltünk meg még ilyen fekete lyukakat, pedig borzasztóan érdekesek lennének. Noémi, tiéd a szó? Igen, a vezérlőbe vagyok, és itt emberek azért dolgoznak, tehát meg próbálok nem szakarni őket. Műszakok vannak, Uh, és uh, uh, posztok vannak, vagy nem tudom, hogy kell szépen magyarul mondani, a felelősök vannak felelős dolgokért. Akit itt látunk a uh, kollégát, ő a shift leader, magyarul a kapitánya a hajón, tehát ő tudja, hogy, hogy, uh, hogy mi történik a detektorral, mi történik az LHC-ban, és, uh, és neki tudnia kell, hogy mi történik a többi, felügyeleti helyeken. És ő ad utasításokat van... a, a többi kollégának. Ez nagyon fontos. <laughs> Igen. Ö, tehát ő a kapitány. A másik két ö, ö, shift ügyelet, a adatgyűjtés és a trigger rendszer, mind a kettő az adatgyűjtéshez hez tartozik. Ö, ezeknek az embereknek 8 órás a műszakjuk, tehát ők most három órákkal kezdték a, a az üzemet, és este 11 órakor fogják abba hagyni, és utána jön egy, köve egy váltáscsapat, úgyhogy 0-24-be üzemel a detektor. Tehát itt az adatgyűjtés, itt indítják a detektor rakat, hogy indulhat a, 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 az adatok, meg tudják is konfigurálni, hogy melyik, ad a, melyik a rendszer működjön, és ez az egészen hosszú, sok képernyős rendszer, ez pedig a DCS, vagy technikai shifter, technikai dolgokért felelős, ő, 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 ősz, ő fel, felügyeli azt, hogy hogy belegyenek kapcsolva a, a detektorelemek elemek, és legyen megfelelő hűtés, és a detektor biztonsági rendszernek az üzeneteit is ő kezeli le. Kamerákat ő látja, látja a beengedő kapukat is, meg a beengedő rendszert is. Meglát engem és is, mert mögöttem fönt a No van. én ne haragudj, hogy közbevágok. Én úgy Lennén látom, kell, hogy igen. Jánosnak van még egy kérdése. Én ezt szeretném, hogyha fel tudná tenni. Jó, Jó. és én közben megyek vissza a, jó, Oké. János várom a kérdést. Várjuk Milyen a kérdést. Uh, jó napot uh, Birómarsza vagyok, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy van különösebb célja, hogy uh, műonokat ütköztetnek, hogy keresnek valamit, vagy valami reakciót várnak. Mionokat csak szeretnénk, arra még nincs technológiánk, protonokat ütköztetünk. És igenis a, a, a nagy cél az az, hogy megértsük ezt az energia anyag átalakulást, az anyag részecskéi közötti kölcsönhatásokat, például az, hogy hogyan lesz tömege a különböző részecskéknek, ugye erre van elmélet, ez a Higgs elmélet, meg is találtuk hozzá a megfelelő részecskét, ami ezért a kölcsönhatás, hogy a Higgs térnek a vantumja. Igazából érdekel, hogy ez miért pont olyan, van-e valami más mögötte, van-e más fizika a láthatáron, a fizik, más, más fizikát értsük úgy, mint ahogy a Newtoni után jött az Einsteini, tehát hogy igazából van-e bővítése, van-e valami a függöny mögött, ezek, ezek borzasztó nagy kérdések. Azt szoktam általában mondani, hogy ezek a detektorok körülbelül olyanok, mint Kolumbusznak a hajói voltak, ugye az a három, ami kihajózott nyugat felé, mert volt egy elmélet arról, hogy Indiát el lehet érni nyugat felé hajózva, és hát ezt az elméletet próbálta a Kolumbusznak a három hajója igazolni. Hát találtak valamit, ami nem az elméletet igazolta, de valami sokkal érdekesebb történt. Valami ilyesmi a mi feladatunk is. Ezek a detektorok, nagy felfedező detektorok, a feladatuk az, hogy azon kívül, hogy még pontosabban megméregessük, meg megismerjük azokat a kölcsönhatásokat, azokat a fizikai alap, alapfolyamatokat, mikrofolyamatokat, amik miatt az univerzum úgy néz ki, ahogy kinéz egyébként, de ezek a folyamatok nagyon erősen rányomják a bélyegüket az éppen keletkező univerzumra, és az, amit ma mi megélünk ott Pécsen, Debrecenben, Budapesten, itt szesszi ezek mind-mind attól függenek, ami akkor történt. Néhány milliómod másodperccel az ősrobbanás után. Mi ezt tanulmányozzuk, és ez az érdekesebben, hiszen így tudunk közeljutni ezekhez a válaszokhoz. Szerencsére a tudomány olyan, hogyha valamit megválaszolunk, akkor jön legalább öt másik kérdés, tehát kimeríthetetlen ez a dolog, érdemesebben ebben tovább menni. Nem tudom, hogy kielégítő volt-e a válasz. Igen, köszönöm. Még van-e kérdés, mielőtt lezárjuk? lassan 10 perccel, de hogy jó 5 perccel vagyunk túl. Debrecenből van egy kérdés, figyeljetek. Oké. Okay. Én nem hallok semmit, Gyula, tudod a, Arról szól, hogy közel fénysebességre gyorsítják fel a részeskéket az LHC-ben, és a kérdés második része mi volt? van-e a, van -e a elmények, ha egyszer elmények, e, Igen, meg fizikai korlát. Ugye az a kérdés az úrnak, hogy ha egyszer mégis elérnénk ott a fénysebességet, az ott gyorsított részes képkel, hogy akkor mi lenne igazából ez a kérdés? Na akkor így hagyom ezt itt, vagy Zoli akkor parancsolj. Tehát, ha hát elérni. ugye a fénysebességet elérni, ja igen, rossz nyomtam, a fénysebességet elérni azt a rendelkezésünkre álló fizikai Elméletek meg tapasztalatok szerint nem tudjuk. Egész egyszerűen, a, ahogy pumpáljuk bele az energiát egy részecskébe, hogy még gyorsabban, gyorsabban menjen, egyre nagyobb lesz a tömege. Ugye ez az, amit én az, elej, az elején állítottam és mondtam. Egy dolgot nem mondtam el, hogy amíg a részecske, a proton, a... SPS-ből kijőve, tehát 450 volton a nyugalmi tömegének a 450 szeresét elérő energián hasít be a LHC-ba, és a végén 7000 gigaelektronvoltig gyorsulva, a kettő közötti sebességkülönbség nagyjából 10 km per óra. Tehát egész egyszerűen a befektetett energia már nem a sebesség növelésére fordítódik, hanem a tömeg növekedésére ha most hoznám azt az egyenletet, amit majd Gyula fel fog skiccelni arra a gyönyörű zöld táblára, amit nagyon szerettem annak idején, akkor azt látjuk, hogy ahogy nő a sebesség, nő a tömeg, és hogyha a sebesség elérné a fénysebességet, a tömeg végtelenné válna. Ugye a végtelen az nem egy jó dolog, mert akkor, akkor a jó Isten hajtóműve nem lenne elég, hogy a részecskét egyáltalán tudjuk kergetni, tehát egész egyszerűen fénysebességet elérni így nem lehet. Köszönjük. van e még kérdés a jelenlévők részéről? Egy érdekes kérdést amúgy láttam a questions and hogy volt-e már valamilyen meghibásodás a gyorsító rendszerébe? Hát itt esetleg rögtön az elejéről lehet beszélni, Zoli, hogyha gondolod, meg nem Ó, szóval. hát rengeteg. Ó, hát rengeteg. A legelső, amit a Gyula éppen ö, említ, szerintem Noémi azt nyomt ki. Amit a Gyula említ, az, az egy ö, olyan probléma volt, ami 2008-ban jelentkezett, rögtön gyorsító bekapcsolása után, szupravezető tekercsek összeforrasztásánál volt egy olyan hiba, amit nem lehetett érzékelni a minőségellenőrzéssel, és ez ahhoz vezetett, hogy hát két szupravezető tekercs között, hát nem szeretem azt a szót, hogy felrobban valami, de hát itt elforraltuk a héliumot, és szétpukkant az egész egy ilyen jó pár méteres szakaszon. Ez egy eléggé súlyos baleset volt, az LHC működését visszavetette több mint egy évvel, gyakorlatilag a nyitásakor. Ezt a technológiai hibát kiküszöböltük, és azóta van diagnosztikánk arra, hogy megnézzük, hogy máshol van-e, mi több. Az első nagyleálláskor 2012-13-ban ezt a hibákat találtunk még máshol kisebbeket, ezeket kijavítottuk. Tehát ez már nem fog bekövetkezni. De hát voltak egyéb problémák a, a hogy hívják a azt, amit fújnak hívnak angolul? Ö, mennyit, mennyit? Azt hiszem mennyit, mennyit, mennyit magyarul. Amikor a mennyit megrágta a 60 kilovoltos vezetéket, földkábelt, és ettől lement az áram mindenhol egész hosszú ideig. De itt történnek a dolgok. Ami viszont fontos, és ki kell hangol, hang, hangsúlyozni, most belehallatszom a saját, a te mikrofonodból. Ami viszont feltétlenül fontos, hogy mindent úgy tervezünk meg, hogy még ilyen súlyos esetben sem legyen se környezeti kár, se élő erőben ne keletkezzen kár. Ez végtelenül fontos. Jó, hát a mennyét oda lett, de ember nem lett oda. Szerintem én lehet, hogy ünneprontul leszek, már 41 van. Igen, én, én attól 40 tartok, 40... hogy el kell búcsúznunk, mert nekem még le kell töltenem ezt a fájt, hogy fel tudjam tenni a YouTube-ra. Én Magyar... nagyon örültem, hogy találkoztunk. Egy, egy talán... Kár, hogy Budapesten nem tudtunk beszélni, de remélem, hogy előbb-utóbb Jaj igen. Gyula, mondjad. Gyula mondjad. Jó, oké. Okay. Tapsoltak. Én is. Um, csak elejtem a mikrofont, ha megteszem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Folytassuk, akár élőben, akár ilyen virtuális séta keretében a jövőben. Örültem, hogy itt voltatok. Szervusztok! Szervusztok! Sziasztok!